Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép reggelen, de nemrég keltem fel, éppen tartok munkába. Jelenleg 6 óra 28 perc van, és gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a mai munkát, ugyanis tegnap valakitől kaptam, minden nap kapok azért ugye üzeneteket, e-maileket, és nem más, mint Miklós Dávid kérdezte, vagy kérte, hogy nem-e mennék el megint, és nem azt mondja, nem mennék el, nem-e filmezném le megint, hogy hol dolgozok, vagy mit csinálunk, úgyhogy gondoltam, hogy ma megmutatom nektek. Amúgy még a fejem még mindig ilyen álmosos. Látod, arrafelé van egy pár felhő az égen, amúgy szép az idő, szerintem ma is nagyon szép idő lesz. 24 fok van jelenleg, kint fogunk dolgozni, hogyha bekentem magamat mindenféle fajta napolajjal, hogy nehogy véletlenül ugye leégjek. Tetőt fogunk ma festeni, megint tetőt fogunk festeni, úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, hogy hol dolgozunk. Úgyis nem dolgozunk, nem túl messze a tengerparttól. Na innen, most megpróbálok kicsit felébredni, mire odaérek, az körülbelül egy fél óra, aztán majd folytatjuk tovább egy kicsit később. Na megérkeztünk, látod, milyen szép nagy pálmafák vannak itt? Amúgy ez a Gold Coastnak a déli részén van, nem túl messze a repülőtértől, itt most mindjárt el fogunk fordulni balra, ami már kezdődik egy kicsikét magamhoz térni. 5 perc múlva lesz 7 óra. Ahogy ezt tudom, mire emlékeztet engem ez a hely? A Balatonra. Ugyanis sok ilyen turista van, meg sok ember napközben mászkál, fürdőruhába, gördeszkával. Nem tudom, olyan másabb, mint az északi része a Golkoznak, ugye ahol mi lakunk. Egy kicsikét másabb. Na már itt elfordulunk balra. Megérkeztünk. Jaj, te! Látod, milyen a feje? Inél álmosos. Azért ma lassan magamhoz térek, mutatom, ezt a házat fogjuk festeni, legalábbis nem ezt a házat, de csak a tetejét, a tetőt fogjuk lefújni fehér színűre, most ilyen zöldes, és megy fel majd a szolár, és le kellett fújni az egészet, úgyhogy ezt fogjuk most csinálni, amit már elkezdtük. Két nappal ezelőtt kezdtük el, kijavítottuk ugye a cserepeket, meg kicseréltük a törött cserepeket, meg hasonlókat, lemostuk először. Ugye szép tisztára megcsináltuk, de azért kell lefesteni, mert a festék, látod, már nem a legszebb, kezd lejönni itt ott, már régen csinálták, meg el van fakulva, úgyhogy amúgy az ilyen régi házak vannak errefelé, látod? A tengerpart az lent van baloldalt, körülbelül egy ilyen 5 perc gyaloglásra innét. Úgyhogy most megvárom apukámat, az öcsémet, aztán később folytatjuk. Hoztam nektek a szöveget is, hogy tudjak jobban filmezni, ugye. Úgyhogy majd valószínűleg a tetőn azt felteszem, aztán itt-ott látod, majd megpróbálok filmezni. Addig lehet, hogy alszok együtt. Na, kipakoltunk mindent, látod, itt van a fújógépünk. Itt a festék. Elő van készítve minden, apukám, öcsém fent vannak már a tetőn, oda megy fel, látod, ez a hosszú izeművel megy a festék, elmegyek én is fel, megnézem őket. Amúgy ebből látod, ilyen szép zöld és ilyen szép fehér lesz belőle, háromszor kell lefújni amúgy, először le kell fújni szilával, ugye le kell így alapozni, aztán utána ráfújjuk majd a festéket. Na, ott fújnak, látod? Képzeld el, de a kamerám, ahogy képzeld el, bepárásod is benn volt az eszkimbe, és tiszta hideg van ugye ott bent, és na minden, most már azt hiszem, hogy jó, legalábbis nagyon remélem, hogy jó. Készen van az egész tető, szép fehér lett, úgyhogy most lassan elindulunk hazafelé, megmutatom neked, kisétálok ide hátulra. Oda néz, látod?
ilyen szép fehér lett. Bár szerintem a csatornát le kellett volna festeni, de nem akarták. Ilyen zölden fog maradni a csatorna, legalábbis egyelőre. Úgyhogy most elmegyek visszafelé. Ugye ez a kert, látod? Ilyen. Ott egy kicsi kis olyan pálmás, látod, ilyen szemetes. Amúgy eléggé rendezett ez a fele. Az a fele, az nem tudom, hogy miért ilyen foggal van, mint azt például tisztítják ki. Na mindegy, és elmegyek előre. Összepakolászunk, aztán elmegyek. Vagy elmegyünk hazafelé. Ennyi kezd párásodni a lencse, azt hiszem várja. Nézd, ott megy a repülő, látod? Itt van a repülőtér mellettünk. Eljjel-nappal jönnek a repülők itt. Mindjárt egy kicsit visszaközelítem, megmutatom milyen... Látod? Ott megy. Megtörögettem ugye egy kicsikét a lencsét. Remélem, hogy most már jó lesz, várjál. Te! Annyira be volt párásod az előbb, mint a fene. Na innen még mindig pakolunk, aztán lassan megyünk. Na, befejeztük, mutatom. Látod? Még olyan nagyon nem lehet látni a tetőt, de szép fehér lett. Úgyhogy most elindulok hazafelé. Aztán délután meg valószínűleg el kell mosni az autót, ugyanis ilyen fa alatt parkoltam, képzeld el, és a fárok valami ráfolyt. Úgyhogy el kell menni, meg kell mosni még mielőtt rendesen ráfárad. Amúgy nézd, tanulautam egy előttem, látod? Úgyhogy azt mindjárt itt kikerüljük. Elmegyünk az autópályára. És elindulunk hazafelé. Ugye körülbelül ilyen egy napom, reggel felkelek, eljövök dolgozni, most hazamegyek, gyorsan lezuhanyzok, és hogyha van időm, akkor még elmegyek a Lükösszér. Az iskolába ugye felveszem, hogyha nincs, akkor valószínűleg a feleségem megy, majd meglátjuk. Aztán délutánonként meg szoktunk ugye menni vagy boltba, vagy éppen ahol ugye kell menni. Ma délután nem másfél kell elmennünk, mint az orvoshoz, ugyanis kezdődően a Lukasz elkezdett nagyon köhögni, úgyhogy kell valami köhögésre neki valami gyógyszer, oda fogunk elmenni. Szóval, ahogy mondtam, valószínűleg megmosom az autómat. Sorsolunk, nehogy elfelejtsem. Nézd, azt mondja az autóm, hogy 73 km-re elég még a benzinem. Amúgy 20 mennyi? 7 fok van. Bár melegebbnek érezni. Főleg kint ott a tetőn, olyan meleg volt egész nap, komolyan mondom. Alig lengedezett a szél, mondjuk abban az jó volt ugye, hogy a festéket nem fújta össze-vissza mindenhova. De a benzinem, remélem, hogy haza fogok élni, hogyha nem. Akkor nem tudom, akkor megszólok a öcsémnek vagy apukának, hogy jöjjenek, azt hozzanak nekem benzint. Oda nézzél, látod? Ég a lámpa, valószínűleg nem fogok hazáig elérni, bár ki tudja, nem tudom, meg kellene próbálkozni vele, vagy pedig meg kéne álltankolni. Azt hiszem, hogy van nálam valamennyi pénz. Meg kellene néznem, de már itt kimegyek. Látod, még mindig itt meg az autópályán, itt most lemegyek. És én azt mondom, hogy valahol meg kéne álltankolni. Hát, ha nem érek az egek, körülbelül nem tudom, ilyen 15-20 perc innét. Még mindig mindenhol ugye hazaérek, és azt mondja, hogy 54 km még elég a benzin, állítólag. Attól függ, hogy hogy vezetek. Bár ahogy én vezetek, lehet, hogy 54 km-re nem elég a benzin. Oda nézzél, látod? Kifogytunk a benzinből. Sehol semmi. Mert az autó még mindig megy, még gurul. Nem tudom, mi se az autó, hogyha teljesen elfogy benne a benzin. Csak ugrál egyet, nem? Gondolom. Úgy még sose jártam. Most nagyon közel vagyok hozzá. Amúgy 31 fok van itt mi nálunk, azt mondja. Mi nálunk? Mi nem vagyok otthon, de itt ezen a részen. A részek részére felértem már Golkosznak. Ugye nem voltam a délin, ott dolgoztunk. Jajjajjaj. A legközelebbi benzinkút az egy, nem tudom, egy ilyen 5-10 perc még biztos van vezetésre. Odaérünk, vagy ne érünk oda? Na nagyon remélem, hogy odaérünk. De nézd, itt van a tejüzem, látod? Azért jó, hogy itt van a tejüzem, mert a tejüzem mellett itt a benzinkút. Ami még mindig megy az autó, még nem állt meg, nem is ugrált. Úgyhogy innen a dombtetőről, itt van egy kis domb, látod, ott a lelejtő. Egy piros lámpa, ott a benzinkút, amúgy a lámpa után körülbelül egy ilyen 100-200 méterre. Úgyhogy azt hiszem, hogy oda fogok érni. Más nem, hogy itt már betolom. És csak az a kérdés, van elám pénz vagy nincs, meg hogy mennyi. Na itt a benzinkút, úgyhogy le is fordulok gyorsan, oda nézz. Oda be. Na, nem kell tolni az autót, látod? Szerencsés voltam. Oda nézz, 606 km-re elég a benzinem, megint tele van a tank. Úgyhogy most megyek hazafelé. Még egy ilyen, hát egy ilyen 5 perc, aztán az érek talán, hogyha nem olyan nagy a forgalom. Még majdnem úgy időben is vagyok, még nem kell sietnem annyira.
Hazértem, képzeld el, lezuhanyoztam, és oda is értem az iskolába. Itt van az Lükös már mellettem. Képzeld el, jöttünk haza, és majdnem nem értünk haza. Te akkora, nem mondunk most csúnyákat, ugye? Zöldre váltott, képzeld el a lámpánk. Elindultam, és előttem egy autó át a piroson. Nem állt, hanem átment a piroson. Ennyivel mi előttünk, így megállás nélkül. Ez én, ez miénk, ez az autó. Itt, majdnem az én oldalamat találta, engem talált volna el, nem a Lukasz. Én csak átestem volna oda a Lukaszhoz, de komolyan mondom, hogyha egy másodperccel elbeindulok, akkor most nem lenne a videó, vagy holnap, vagy többet lehet, hogy nem lenne videó. Várj, álltok a kamerával, mert sötét, vagy világos. Mit? A mami tudja, csak mi vagy én. Ja, de nem itt az a probléma, te, mehetünk volna a kórházba ma délután. Hmm. Ott lehetünk volna egy jó darabig. Elviszi a mami elviszi a kamerát. Nem tudom, hogy emberek hogy nem látják, hogy piros a lámpa, komolyan mondom, úgy átment az autó, meg na minden, szerencsére nem jött nekünk. Úgyhogy most hazamegyünk, gyorsan megebédlünk, mert most már kezdek ilyes lenni, szomjas is lenni. Itt, de ilyenkor, amikor kint dolgozunk, mindig olyan szomjas vagyok. Aztán délután tudod, hova megyünk? Hol? Orvoshoz! Ja. Hogy köhögsz? Úgy. Utána meg tudod, hova megyünk? Mi? Oda, nem, lehet, hogy nem, ott a Hungry Jacks. Én is nem tudom, most ilyen jégkását. Jégkásának mondják? Múltkor mondtátok, hogy az már régóta jégkása, vagy hókása? Hókristály. Na ugye? Olyan fontásat, lehet, hogy kéne egyet inni. Meg menjünk autót mosni. Na minden, hazamegyünk, aztán eszünk. Én még mindig olyan, na minden. Mérges vagyok, mindenki átni a pirosan. Ez az autó is itt, látod? Átment a pirosan. Na mi a helyzet, nyuszi? Hogy áll a hajad, te? Hogy áll a hajad? Ilyen kócos vagy, mint a fene. Gyere ide! Nem? Hova futsz? Megelvédeltünk, elkészültünk, és lassan egy 10-15 perc múlva is fogunk indulni, és 4:30-ra kell menni az orvoshoz. Utána be kell mennie. Mit csinálsz? Mit? Hova rohansz? Te! Be kell menni a boltba, és képzeld el, azt elfelejtettem. Azzal mit csinálsz azzal az órával, mi? Te! Képzeld el, mit csinál most ebben azt az órát, mindig le akarja venni. Ja, le akarod mindig venni. Ugye a timeline-t ott mellette, és nem éri át. Tudod, mit csinál? Hol van? Fog egy ilyen lapátot, vagy fogja valami a hosszú valamit, és így elkezdi azzal a lapátot, hogy valami így húzogatni, ugye, hogy közelebb tudja magához hozni, és le tudja venni. De szerencsére mindig valaki észreveszi, és elveszi tőle, ugye? Ja, mert nem tomogatjuk se a tárványtót, se az órát. Mit csinálunk? Közelebb hozzuk a kamerát. Oda, nem? Nézd, itt az új Ford Falcon, látod? Múltkor néztük ezt az autót. Lukasz, mit szólsz hozzá? Jó. Itt meg a mi autónk. Ja. Most berakjuk a Davis, berakjuk a babakocsit, berakjuk a hangunkat, és aztán elindul gyorsan az orvoshoz. Na nézd, megjöttünk az orvoshoz. Úgyhogy most kint megvárjuk őket a Davis-szel, a feleségem meg bemegy a Lukasszel. Nuszi? Hogy? Kirakatot nézzünk, mint elmész. Kirakatokat, nézzük a télapót. Várj, mutatom, csak nehéz tartani. Egy kézzel. Ja, nézd, ott a télapó kirakatba. Meg ilyen karácsonyi dolgok, látod? Átsétálunk oda a túloldalra. Jött az őzike, látod? Ha mindenféle fajta ilyen, nem is tudom, mit csinál. Na nézd, itt vannak az autók. Oda nézd, mennyi autó. Látod? Melyik? Azok úgy, ha tetszik neked, az. Azt tetszik neked? Nem tudod megfogni. Megnézzük a nagy télapót. Megnézzük, a túloldalt ki van rakva. Oda nézz, itt a nagy télapó, látod? Meg a szarvas. Ha lenne kertünk, felfújhatnánk és kirakhatnánk oda. Te? Mert talán jövőre, jó? Mit szólsz hozzá? Na, megyünk hazafelé, megmostuk az autót, szépen oda le is parkoltunk. Már lehet, hogy soha nem látni. Davis, ne fogsd azt az autót. Te, úgyhogy most hazajunk és nekiállunk tanulni. Sok házi feladatod van? Nem sok. Nem sok? Akkor jó van. Aztán utána nem más csinálunk, mint vacsorázunk, ugyanis lassan vacsora idő lesz. Ez a mai nap nagyon jól elment. Te! Feljöttünk, elpakoltunk, úgyhogy most nem más csinálunk, még mielőtt elfelejtem. Sorsolni fogunk. Ugye múltkor kértem tőletek, hogy küldjetek nekünk kihívásokat a filmhez. Mondtam, hogy küldhettek kommentba, ugye a videóra írhatok kommentet, hogy milyen kihívást csináljunk, vagy küldhettek nekünk videóba kihívást, vagy akármit, amit szeretnétek. És ez a videó, hogyha belefér, benne fog lenni ugye a filmbe. Nem 100%, hogy benne fog mindenki lenni, ugyanis 15-öt kaptam, és a legtöbbet lehet, hogy meg fogjuk tudni csinálni, de van egy-kettő, amit lehet, hogy nem fogunk tudni megcsinálni, majd meglátjuk.
De attól még nyugodtan részt veszel a sorsolásban, tehát mindegy, hogy mit küldtél, mondtam, hogyha nem is lesz ebben a filmben a sorsolásban részt veszel. Úgyhogy először sorsoljuk ki a videóból. Ugye mondtam, hogy sorsolunk egy valakit ki fog húzni a videóból, aki küldött nekem videó kihívást, vagy ugye lüköztek a filmhez, meg egy valakit kihúzunk majd a kommentekből. Kaptam 15 darab ilyen videót, látod, ide be is hoztam őket, nem tudom, hogy ki látja meg, ki nem. Ő az utolsó, 15-öt, látod? És ebből a videóból fog húzni. Gondolkoztam, hogy hogyan húzzak. Én úgy gondoltam, hogy ma 23 van mi nálunk, látod? Ugyanis nálunk ma szerda van. Itt, látod? 23-a van. És mi van? 11. hónap, ugye? November van. Ja, november van. Tehát én úgy gondoltam, hogy 23-ból kihúzunk 11-et, ami nem több, mint 12, csak fárad az agyam. Tehát a 12-es lesz a szerencsés nyert, és én így gondoltam, ugyanis megszámoztam az összes videót 1-től 15-ig, és gondolkodtam, hogy leírok mindenkire egy papírra ugye a számokat, és egy valakit kihúzunk, de mivel nem volt időm, délután meg kellett menni mindenhova, ezért gondoltam, hogy ilyen nagyon gyorsan fogok valakit így húzni, úgy általában mindig a hónapokkal, meg a napokkal szoktam számolni vagy húzni. Tehát gratulálok a 12-es számnak, a 12-es szám pedig nem más, mint a nevedet nem tudom, ugyanis e-mailbe küldted, hogyha visszanézem az e-mailt, akkor tudom a nevedet, de várjál, mutatom a videót. Hogyha magadra ismersz a videóból, akkor küldd el nekem a címedet ugyanarról az e-mailről, amiről küldted a videót. Úgyhogy neked gratulálni szeretnék, nem tudom ki a 12-es. Várjál. 12, fókuszál, 11, 12, várjál, rákattintunk, és a 12-es nem más, mint... Gratulálni szeretnék neked! Be van dugva a számítógép a fülhallgatóba, látod? És ide be van dugva, úgyhogy lehet, hogy lehet hallani valami kis hangot. Ide rakom a... Látod? Na minden! Úgyhogy gratulálni szeretnék neked! Arra kérlek meg, hogy küldjed el a címedet, hogy hova küldhetem neked majd, amit küldök. És menjünk most tovább. Aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ugyanis lesz még játék, ahogy mondtam, mostanában lehet, hogy majd csinálunk több ilyenféle fajta játékot, úgyhogy még egyszer gratulálni szeretnék neked, megyünk tovább, bár lehet, hogy visszanézem, nem lehet, majd biztos, hogy visszanézem az e-mailedet, ugye melyik videót ugye küldted, és fogok neked írni e-mailbe is. Tehát, mutatom neked! Betöltődött az összes komment, látod? Itt a videó, itt a komment, itt a... kattintunk, és a szerencsés nyertes nem más, mint Kosok játék. Kívás, kiabáljál az ablaknál, hogy hello, szia, szevasz! Gratulálni szeretnék neked, Kosok játék! Látod, mutatom még egyszer. Úgyhogy arra szeretnének megkérni, hogy írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem neked is, amit majd fogok küldeni, valószínűleg egy képeslapot, vagy valamit. És a héten, ha héten nem is, de jövő héten fel fogom minden két nyertesnek adni. Általában körülbelül 2-3 hét még odaér a képeslap, vagy a levél, vagy valami, de előbb-utóbb biztos meg fogjátok kapni mostában. Ez egy kicsit lassabban fog menni, mert jön ugye a karácsony, és sok ember küld egymásnak sok dolgot, képeslapot, mindenféle fajta dolgot, hogy lehet, hogy kicsit tovább tart, de meg fogjátok kapni, mert nagyon remélem, hogy meg fogjátok kapni. Úgyhogy a filmet filmezzük, valószínű, hogy vasárnap, szombaton nem fogjuk tudni filmezni, de vasárnap folytatjuk tovább a filmezést. És én ahogy számoltam, még kell körülbelül egy ilyen 3 darab hétvége, hogyha jó idő lesz, egy ilyen extra 3 hét, nem extra, még egy 3 hétvége kell, hogy le tudjuk fejezni ugye a filmezést. Utána neki fogok állni megszerkeszteni a videót, és ugye többen kérdeztek, hogy mikor lesz fönt a videó, mikor fogom megosztani, hogyha minden jól megy. Ugye remélem, hogy december vége felé, ugye a karácsony előtt vagy után meg fogom tudni veletek osztani, hogyha nem, akkor a január elején, én szerintem legalábbis nagyon remélem, de ugye meg kell szerkeszteni, még mindig fel kell venni egy pár dolgot, és sokáig tart, főleg olyankor, ugye, hogyha néha dolgozunk, meg hétköznap van, meg nem minden, meg az idő se jó néha, hétvégére szombatra nem túl jó időt mond, meg dolgozok is, úgyhogy szombatra azért nem fogom tudni filmezni, úgyhogy te mit csináltál? Megvacsoráztál, megetted a joghurtodat, oda! Elnyomod a nyertest? Most már elnyomhatod, de azért ne nyomkod a számítógépet, jó? Mindig szeretett nyomogatni, látod? Mindenféle fajta dolgot. Úgyhogy, ezt a videót én itt most lassan befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!